Minden lovagében. Start előtt a sütvényi díj mezőnye durult ki az egész társaság, a startgépből az indítás után Gypsy Team és Shizu Manitor színeit látom elől, de szinte egy vonalban galopozik az egész mezőny. Viva la Diva vezet, Viva la Diva veszi át időközben a vezetést, Viva la Diva Chimborazo Shizu Manitor együtt, Gárda kapitány is most már az élen van. Gárda kapitány csak úgy, mint egyet a megnyitó versenyben, magabiztosan vezet, Norbert pedig ott maradt a startnál, és jelentős hátrányra galopozik a mezőny végén. Amikor a túlsúlyos végén vannak, most már a kanyarban a telivérek, az utolsó 800 méteren belül Gárda kapitány az első. Gárda kapitány és Viva la Diva kettőse az élen, Chimborazo a harmadik helyen, aztán nagyon jól jön Gypsy Dream mögötte Shizu Manitort, akit viszont erősen kell lovagolni. Shizu Manitornek úgy tűnik, hogy eddig volt a versenye. Gárda kapitány viszont a rövidebb távon is egyre jól mozog, Viva la Diva viszont most elmegy mellette. Viva la Diva hozza a lovakat a célegyenesbe. Viva la Diva az első 400-nál. Viva la Diva az első, második Gárda kapitány, Gypsy Dream pedig a harmadik helyen, majd Chimborazo és Shizu Manitor a további sorrend. Az utolsó 200 méteren belülre érnek lassan lovak. Viva la Diva folyamatosan távolodik, Gypsy Dream fog talán följönni, Gárda kapitány még második. Viva la Diva nagy fölénnyel vezet, és Viva la Diva fogja nyerni a verseny Stanislav Georgievvel. Viva la Diva nyer jó néhány hosszal, a másodikért van csak küzdelem a két tréningtárs között. Gypsy Dream lehet majd a második. Viva la Diva nyeri a versenyt. Második Gypsy Dream, harmadik Gárda kapitány, negyedik Shizu Manitor, ötödik Chimborazo. Igen, nagyon ott marad Norberg, nekem is a tűzdel elsőre. Igen, Viva la Diva sétál. Gypsy Dream nem tudott ellenfelelni, Gárda kapitány meg hozza azt, amit általában szokott, és tekintve, hogy ugye Norberg ott marad a gépnél, Shizu Manitornek meg hát választ kaptunk, hogy nem ez a homok lesz a kedvence, vagy ki tudja, lehet, hogy a felkészítés nem sikerült annyira a kettő együtt. Szóval nem volt küzdelembe Chimborazo, nem váltotta meg a világot Gárda kapitány, így simán ott van a dobón, sőt, Gypsy Dream-mel csatázik. Gypsy Dream-mel nagyot küzdöttek ott a második helyért. Nagyon-nagyon könnyű siker ez a Viva la Divától. Hát Georgiev jól ellovagolta, de aztán azért kellett is, mert nem mondom, hogy közel értek hozzá, de volt még ennél nagyobb is a fölénye. Nem taktikázott sokat. Nem,